Köszöntöm nézőinket, önök Székely magazinunkat látják, tartsanak velünk! Még a határon túlról is jöttek, bukovinai székely népdaléneklési versenyt rendeztek Garán. Hungarikummá vált a Székely kapu. Ömböri Zoltán fafaragó sok érdekességet árult el a mesterségről. Velünk élő örökség, Tanai Guzorán Anna kiállítása nyílt Szekszárdon. Romániából érkeztek, nagy sikert arattak, Ponyhádon lépett fel a somoskai néptánccsoport. Ezúttal Garán rendezték meg a harmadik Nyisztor Albertné népdaléneklési versenyt. A Bukovinai Székelyek Országos Szövetsége és a Garai Székelykör által meghirdetett bemutatóra az ország több pontjáról, sőt még a határon túlról is érkeztek versenyzők. A verseny célja az archaikus bukovinai székely népdalkincs átörökítése, tovább éltetése. A bemutató neves zsűri értékelte a fellépőket. Én azt tartanám fontosnak, hogy versenyen kívül, aki szereti ezeket a gyönyörű népdalokat, saját örömükre vagy együtt énekelve használják a régiek az őseink örökségét. Itt ma, ezen a versenyen azt éreztem, hogy ezek a gyerekek élvezettel, élményszerűen éneklik, és azt úgy éreztem, hogy nem csak erre a népdalversenyre tanulták be, hanem valószínű, mint hallottuk, hogy itt sokan táncolnak is. Tehát nagyon reméljük, hogy ezt a közösségi együttlét alatt használják, ahogy a régiek is. Megkérdeztük a gyerekeket is, hogyan érezték magukat a bemutatón. Fél éve kezdtem el az egyedüli éneklést, és hát nekem nagyon jó érzés volt, meg már 3 éve is éneklek, tehát így nem annyira izgultam, mint mondjuk amikor legelőször énekeltem. Nagyon jó érzés volt, és ez a második versenyem, és Zsolti bácsi nagyon-nagyon szépen megtanított énekelni. Mikor manyácskét csinálnak a lányból, magas kontyot csavarnak a hajából, magas kontyati haja, áj, de sokan megnézik, Jámbor urát a leányok irigylik. A Garai Székelykör vállalta magára a rendezés oroszlán részét. Nagy feladat volt, de szeretjük a kihívásokat. Fiatal a csoportunk, természetesen vannak idősebb, rutinosak tagjaink is, de fiatalok vagyok és szeretünk a kihívásokat. Nem volt még ilyen nagy rendezvényünk itt, nem volt még versenyünk, úgyhogy vágytunk valami újra, és megpróbálkoztunk ezt megrendezni. Minden héten rendszeresen, ugye itt a művelődési házban, illetve a többi egyesületnél is egy munka folyik, és ezt a munkát különböző rendezvényeken, falunapokon, fesztiválokon lehet ezt látni, de úgy gondolom, hogy ezt meg kell mutatni zsűrinek is, hozzáértő embereknek is, hogy esetleg olyan dolgokra rávilágítsanak, amit mi nem veszünk észre, vagy a fellépéseken nem derül ki, tehát egy szakmai visszajelzést szeretnénk kapni a munkánkról. A felnőtteknél ugye kialakul egy tudat, hogy a magyar kultúrával vagy a nemzetiségi kultúrával foglalkoznak, a gyerekek pedig úgy látjuk, hogy jó érzik itt nálunk magukat, a szülők is, akik ide elengedik, úgy látják, hogy jó helyen van, hasznos munka folyik, és jó érzik magukat ebbe a közösségbe, nem csak a gyerekközösségbe, hanem a felnőttekkel együtt, amit alkotunk. Illés Tibor, a Bukovinai Székelyek Országos Szövetségének elnöke is értékelte a rendezvényt.
Hát először is ugye a legfontosabb, hogy énekelnek. Ugye amikor a gondolat jött bennem, hogy kellene egy ilyen fajta jellegű rendezvényt mindenképpen elindítani, akkor az elsődlegesen az volt, ugye, mint ahogy Fábián Évi, vagy sorolhatnám Nyitrai Marian, ezek akik szolisztikus előadást módot választva így tulajdonképpen mintaként szolgálnak. De hát ugye az idő sajnos mindenkin túl múlik, úgyhogy így gondoltam arra, hogy talán jó lenne, hogyha a fiatalok közül kinevelődne egy olyan hasonló módú, karakterű emberek, akik tényleg majd tovább viszik a zászlót. Számunkra mindenképpen tényleg biztató, hogy a fiatalok partnerek ebbe, különösen itt Garán. Én nagyon szeretek ide jönni, mert tényleg itt nagyon jól és a környékbeli településekből összevont közösség verbúválódott, ahol tényleg érezni azt a szeretetet és tiszteletet a kultúránk iránt. Ebben ez országos rendezvény, hiszen a határokon túlnyúlik, ugye az mai nap is hiszen mutatja, hogy Székelykevéről, tehát az aladunai falvakból is szoktak jönni, de különösen most. Úgyhogy én azt mondom, és magas szinten tényleg művelik ők is, és talán motiváló számunkra is ez, hogy tényleg milyen gyönyörűen énekelnek, és biztató jel, én úgy gondolom, hogy tényleg kint is tovább él ez a fajta kultúránk gyöngyszeme. A Hungarikum Bizottság döntése értelmében Hungarikummá vált a Székelykapu. Ennek apropóján látogattunk el Hidasra, Ömböri Zoltán székelykapu készítőhöz, aki sok érdekességet árult el nekünk a mesterségéről. Bukovinai székely felmenőkkel rendelkezem természetesen. Anyám, apám Andrásfalván születtek. Köztudott mindenki számára, hogy 41-ben, majd 45-ben települtek ide Völcségbe, és az a ritka csoport, hogy a bukovinai 20-25 ezer mindenki katolikus, kivétel Andrásfalván értek reformátusok. Hát én is református szülők gyermeke vagyok. És de kivétel nélkül Hidasra telepedtek mindnyájan. És szüleimnek is fontos volt mindig a hit, a vallás, a hagyományaink, a szokásaink megtartása, ápolása, vagy nem ápolása, hanem továbbadása, éltetése, sőt, benne éltek nagyon sokáig. Talán abból kifolyólag szinte gyermekkoromtól magamévá tettem, vagy magamba szívtam ezt a dolgot én is. Már 10 évesen harmonikáztam a Hidas első néptánc egyesületnek, majd táncba részt vettem, ott a zenével kísértem, a édesanyám alakítottak a nevezett pávakört, vagy székelykört, abban énekelt, és ez óhatatlanul jött magától. Asztalos mesterséget választottam, a fa szeretete, a fa való kötődésem talán onnan alapul, vagy talán a székely őseimre vezethető vissza. És mint említettem, a táncra részt vettem, egyesületet alakítottunk Hidason. Jelenleg is működik Hidas Néptánc Egyesület. Hidas Néptánc is hagyományőrző egyesülettel kibővítettük. Sok éven keresztül vezetője voltam, elnöke, művészeti vezetője, aktív résztvevője. Természetesen a Hidasi Református Egyházközségnek is mondhatom osztopos tagja, 32 évig presbiter, 12 évig gondnok. Sikerült egy gyönyörű, szép új templomot építenünk. Tehát óhatatlanul is ebbe is így éltem a mindennapjaimat. Mint mondtam, a fafaragás szerintem már gyermekkoromban benne lehetett, vagy bennem élt, mert
játékaim közül is kis fatraktort készítettem, meg fajátékokat. Nagyapám igazi ügyes székely ezermester lévén fagerebjét készített, favillát, botot magának, kampusbotot főzte, és már akkor benne voltam ebbe a dologba. Mint említettem, az asztalos mesterséget is kitanultam, de mindig a tömörfa állt valahogy közelebb hozzám. És érdekes módon visszakaptuk egy bácskai harangot, amelyet a hidasi református templom udvarán állítottuk föl, és annak készítettem egy haranglábot. Ennek talán 25 éve is van, vagy 30 is talán, és igazából az indított el ezen az úton. És nagy szerencsémnek tartom, összetalálkoztam egy kézdivásárhelyi, kézdi martonosi, nagyon-nagyon ügyes, szorgalmas, fafaragó mesteremberrel, kivel nagyon jó barátságban vagyok azóta is, a kapcsolatot tartunk, és ismerettségem óta tudatosan, kizárólag székelyes mintával, hagyományokkal készítem a székelykaput, síremléket, kopjafát, vagy akár faragott támlás széket is. Hát a motivumok ez olyan dolog, hogy ma már irodalomba föllelhető, különféle irodalmakba, nagyon sokféle, sokfajta, sokan foglalkoznak ezzel most, többféleképpen próbálnak egy-egy dolgot elmagyarázni, de én igyekszem maradni az ősi eredeti motivumoknál, formáknál, és amint említettem, ez a barátom, ő meg ilyen, hogy valóban hagyományőrző. Nagyon jó kapcsolata volt a Alsó Csernáton a Haszman fivérekkel, akiket én is személyesen ismerek, többször voltam őnáluk is, és igyekszem ezek alapján készíteni a munkáimat. Nem akarom ezt a csúnya kifejezést mondani, hogy talán reneszánszát éli, de valahogy a székelykapu, mint annak idején is több egy egyszerű tárgynál, egy bejárati kapunál, szinte lelke van, él, sokan írtak erről nagyon szép hangzatos dolgokat, de jelenleg a magyarságunknak, székelységünknek, összetartozásunknak egy szimbóluma, jelképe, én ezt úgy látom. És sokan ezt fölismerve, és sokan bemerik vállalni, bevállalják ezt. És egyre többen vannak, akik magánszemélyek készítetnek bejárati kaput, vagy díszkaput, vagy akár emléket. Jelenleg is, amit készítek, egy székely kör rendeltem meg, közterületen, köztéren lesz fölállítva. Régebb szimbolizálta az anyagi helyzetét is annak, aki ilyet készített, vagy készítetett. Ugyanis, hadd térjek ki, itt megkülönböztetünk többfajta csoportba sorolható. Van az úgynevezett kiskapu, vagy gyalogkapu, amely a 1 méter 90 centi belsejű kis kapu, annak a tetején van csak egy kis dúcos tetőrajt, majd a nyílószárnyak és a faragott oszlop, ezt nevezik gyalog vagy kiskapunak, és van az a bizonyos nagy kapu, vagy kötött kapu, amely a teljes bejárati szélességét lefedi. Na most ilyen nagy kaput annak idején bizony csak a módos emberek engedhettek meg maguknak, és az elmondások, a leírások szerint nem is nagyon készíthetett olyan, ha összesporolta volna rá a pénzét, aki mögött nem volt megfelelő anyagi bázis, vagy egy komoly anyagi egzisztencia. Visszatérve a mai dolgokra, hasonlítani akarom a kovácsoltvas utánzathoz, vagy téglából készített, bevakult, azokhoz képest egyáltalán nem drága. Én személyesen is láttam 1700 évek végén készült kaput, amelyet igazából semmivel nem ápoltak, elmosódtak rajta a faragások, az illesztések összeszáradtak. A lényege, hogy a kapu váza, a kapu szerkezet kemény fából, jó minőségű tölgyfából készül mindig. És maga a galamdúc, meg a zsindelyezés, az fenyőfából készül mindig, pattintott, hasított zsindellyel befedve. Az a fenyő, az tönkre megy előbb természetesen, azt szokták talán cserélni 20-50 évenként talán, de most már olyan jó minőségű fakezelő anyagok vannak, mint minden fából készült szabadtéri tárgyat, ezt is megfelelően le van alapozva, lekezelve, szinte örökké tart. Mondtam, 100 év garanciát vállalok a kapuim. Hát a nagyon-nagyon régi kapuk igazából kezdetlegesek voltak, szinte rozetták voltak benne, ékvésőbe belevitt kis virág vagy madár,
motivumok, minták, ez a későbbiekben kialakult díszesebbekké, és ez Erdélybe táj jellegeként változik. Vannak a csíki környékiek, van a korondi, gyakorlatilag az életfát jelképezi szinte mindegyik kapu. Gyakorlatilag van ugye a kapu láb, már a lábnak említjük, van az úgynevezett sapkafa, meg vannak a hónajkötések, és legalul van az úgynevezett szelleműző, ami díszesen faragva. Na most ez táj jellegenként változott, az ilyen nagy kapura, kötött kapura általában egysoros életfás mintát faragtak, kivétel ugye Máré falva környéke, és ott a faragási típus minta is más, hogy kizárólag kétsoros életfa mintát használtak, vassablonnal beütötték, majd az alját kiszedték, és festették. Festették zöldre, fehér, különböző motivumokra. A nagy kötött kapunál, ugye a kiskapu fölötti bejárati résznél van az úgynevezett kaputükör, az a legdíszesebben faragott része a székely kapunak. Voltak vidékek, Kézdiszék környékén például, ahol lukas áttört motivumok voltak benne, teljesen át volt lukasztva. Ott elsősorban a anyagi helyzetre utalt, az ökrök számát jelképezve, 2, 4 vagy 6 ökrös gazda lakott benne, amit meg lehetett különböztetni helyszínen. Meg vannak olyanok, ahol a kapu tükörbe, vagy akár a kapu lábba a megrendelőnek a foglalkozását, mesterségére utaló jeleket faragnak benne. Ökröt, lovat, szántóekét, fazekasnál például vázából indul az életfa. Mindig elhatároztam, hogy na most fölírom, följegyzem, mennyi munkaórát töltök rá. Olvastam, aki mondta, 300 óra, köbb, kevesebb, mennyire lehet gépesíteni. Én jó magam a rönköt vásárolom erdészetnél, jó minőségű tölgyfát, tölgyrönköt, szalaggatterral kifűrészere, úgymond kigatterozom, évekig tárolom, szárítom, majd műhelybe gyalugéppel legyalulom, és megmutatom önöknek, kézzel összecsapolom, a rajzolás, faragás, az teljesen kézi munka minden, és maradok az eredeti kézi faragásnál. Sok-sok idő. Itt éppen egy nagy kaput, vagy úgymond egy kötött kaput látunk, amely össze van rakva, össze van ácsolva. Azért mondják ácsolás, mert különböző fák, ezek úgy vannak vésve, összecsapolva, átmenő csapok vannak, faszeggel belefogatva, ugye pontosan illesztve. Most úgy készül a kapu, hogy a kifűrészelt fát legyaluljuk, összecsapoljuk méretre vágva, így összerakom, faszögekkel összeszegeljük. Ezek ugye a kapu lábak, vagy kapu zábénak is nevezik, a hónajkötések, ez a sapkafa, alul pedig az a kis faragott, az lesz a úgynevezett szelleműző. Akkor így ki van rakva, akkor jön a rajzolás. Ez egy kézdiszék környéki egysoros életfás minta, meg különböző virágminták láthatók rajta, tulipán, szegfű, a tulipán az a női, a szegfű a férfi motivumot jelképezi. Leírások, elmondások szerint ezek a kis ívek vagy bütykök, ez 7 darab található minden nagykapun, ez a 7 vezér szimbolizálja. Erre a részre készül majd a kapu tükör, amely a legdíszesebb része gyakorlatilag a kapunak. Hát ide a megrendelő kérése szerint, vagy a mesterségre utaló jelek kerülnek bele, vagy tájjellegenként dúsan faragott virágminták, motivumok, de mostanában mióta, hogy így mondja, magyarságunk jelképé, vagy összetartozásunk szimbólivájá is vált ez a kapu, sok alkalommal címert készítek bele. Még ami nagyon fontos, hogy a nagy kapuna, ugye a honai kötéseknél 2-3 szög föllelhető, ide rendszerint tömör deszkából készülve a hold és a nap szimbólum mindegy kapuba bele van faragva.
ez szinte a székelységnek, magyarságunknak egy ősi szimbóluma. Kiállítást nyílt Tanai Guzorán Anna alkotásaiból Szekszárdon. Tanulmányait Pécsett, Szombathelyen és Kaposváron végezte. Alkotó tevékenységét az iparművészet, ezen belül a textil műfaja jellemzi, de szívesen kalandozik a képző és iparművészet más kifejezési lehetőségei között is, így például a zománc és festészet is megjelenik. Közreműködött a Bonyhádi Székelykör, a Hidas Néptánc és Hagyományőrző Egyesület táncosai. Tanai Guzorán Anna alkotásaiból nyílt kiállítás Örökség címmel. A névválasztás, mint mondja, tudatos választás volt. Általam megismert népművészeti motivumokat össze tudom kovácsolni a Magyarország, Kis Magyarország és Nagy Magyarország tájairól. Ez mindig is foglalkoztatott, és ezért tulajdonképpen ezt a munkát választottuk címadó munkának, és az egész kiállítást e köré fűztem föl. De örökségnek tekintem mindazt a hagyományt, nem csak a néphagyományt, hanem mindazt a hagyományt, azt a szellemi kultúrát, amit megörököltem. A tárlat megnyitóján köszöntött mondott Berlinger Attila, a Babits Mihály Kulturális Központ ügyvezető igazgatója, és Rühl Gizella, a Művész Tanárok Tolnában című rendezvénysorozat ötletgazdája, a rendezvény társszervezője. A tárlatot baráti, kedves szavakkal nyitotta meg a bonyhádi polgármester, Filóné Ferenc Ibolya. Talán így is kapcsolódik a gondolatmenet a mai kiáltáshoz, pedig és a képzőművészeti kör kapcsolata, hogy ma már Tanai Guzorán Anna az, aki ezt a képzőművészeti kört vezeti Bonyhádon, ahova ő hazatért Győrből, hiszen Bonyhádi volt, nem árulok el nagy titkot, ha azt mondom, hogy nem csak polgármesterként jöttem erre a kiáltásra megnyitni, hanem mint volt egykor iskolatárs is, hiszen mi osztálytársak voltunk, úgyhogy én nagyon örülök annak, hogy Anna újra Bonyhádi lett, hogy a bonyhádi gyerekeket tanítja. Tanai Guzorán Anna, a Bonyhádi Képzőművészeti Körvezetője, a Művész Tanárok Tolnában című rendezvénysorozat részeként állította ki műveit, melyek megtekinthetőek december 4-ig a Babits Mihály Kulturális Központban. Bukovinai találkozások nemzetközi folklorfesztiválon láthattuk a romániai Somoskáról érkezett néptánc csoportot. A következő percekben a produkciójukból nézhetünk meg egy részletet. Mára megköszönöm figyelmüket, viszontlátásra!